Varga András rendőr főhadnagy tájékoztatóját mutatjuk be. A bűnmegelőzési főeladó felhívta a figyelmet, a nyaralás előtt győződjünk meg arról, hogy bezártuk-e az ajtókat és az ablakokat. Ne adjunk esélyt a bűnözőknek, hogy betörjenek a lakásokba. Igen, valóban ez van, hogy nyári időszakban gyakran az emberek elindulnak kirándulni, nyaralni, és ezzel kapcsolatban is fel lehet hívni a lakosságnak a figyelmét. Az egyik tipikus dolog, hogy amikor elindulnak otthonról, akkor tényleg az ajtókat bezárni, ablakokat, ajtókat bezárni az emeleten is, nem hagyjuk nyitva se ilyen bukóra, se résre, hogy majd biztos a szomszéd oda fog rá figyelni, hanem tényleg be kell zárni és meg kell győződni annak a bezárt állapotáról. Aztán fontos az is, hogy valakinek, szomszédnak, vagy ismerősnek, vagy rokonnak hagyjuk meg, hogy hagyjuk itthon a postaláda kulcsát, hogy ürítse ki a postaládát, mert hogyha a postaládába csak gyűlnek a küldemények, akár reklámanyag, akár bármilyen küldemény, akkor, és nem üríti ki senki, akkor az esetleg a bűnözőnek egy jelzés lehet, hogy itt ebben a házban nincs itthon senki, mert teli van a postaláda, mert nem ürítette ki senki. Ez a másik. És akkor még, ami nagyon gyakran előfordul, hogy ha valaki elmegy nyaralni vagy kirándulni, akkor abban a pillanatban, ahogy elindult, vagy már úton van, vagy akár odaérkezett, vagy éppen a napi történéseit, előszeretettel felteszi a különböző közösségi oldalra, hogy most éppen itt nyaralunk, most éppen ott nyaralunk, most éppen a repülőre ülünk föl, most éppen a medenceparton pihengetünk. Most ez tényleg az ismerősöknek, meg a rokonoknak, meg a haveroknak egy nagyon jó dolog, mindenki lájkolja a képeket, hogy milyen jó nektek, meg hogy irigykedünk, hogy ti éppen nyaralt. Csak ugyanakkor ez egy jelzés a bűnözőknek, hogy őnekik nem azt jelenti, hogy milyen jó, hogy ti nyaraltok, hanem ha nyaraltok, akkor nem vagytok itthon, és aztán ha esetleg az adatlapból, vagy akár személyes ismeretség okán ki lehet az eríteni, hogy ez az ember hol lakik, akkor a betörő akár abban a házban meg is jelenhet, és betörnek oda, és bűncselekményt követnek el, pontosan ezt a körülményt kihasználva, hogy az ember saját maga felteszi a közösségi oldalra, hogy nem vagyok otthon, mert nyaralok. Nagyszülőkkel kapcsolatban is érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a nyári időszakban az utazó bűnözők is elindulnak, ne talántán a rába közben tapasztalható házalók is, most már egyre kevesebb, de azért előfordulhat, mire hívná fel a rendőrség a figyelmet? Igen, sajnos azt mondjuk elmondhatjuk, hogy kevesebb, szinte mindig előfordul újra meg újra ezek a utazó bűnözők. Ugye itt vagy valamilyen trükkös lopást bűncselekményt próbálnak meg elkövetni, és az időseket ilyen módon becsapni. Ugye itt azzal arra tudjuk felhívni a figyelmet, amit már nagyon sokszor elmondtunk, hogy nem kell idegen embert beengedni a házba semmilyen indokkal, kint az utcakapuba lehet vele beszélgetni, hogyha otthon tartózkodunk, akkor is érdemes a utcakaput, bejárati ajtót bezárni, kulcsra zárni, ha hátra megyünk kertbe, vagy átulunk a szomszédba, akár csak egy percre, akkor is hozzá kell szokni, tudatosan törekedni kell arra, hozzá kell szokni, hogy az utcakaput, az ajtót kulccsal be kell zárni, és a kulcsot magunkhoz kell venni, és magunkkal vinni, és ilyen módon egy zárt ajtó az mindig nehezebb dolog a tolvajnak. Ha ott hagyjuk a kulcsot benne a zárba, vagy nyitva hagyjuk az ajtót, akkor a tolvajnak egy nyitott ajtó igazából a legkönnyebb azon bemenni. És én azt mondom tényleg, hogy hozzá kell szokni ezt, hogy ilyen világot élünk. Az a világ, amiben az idősebbek felnőttek, hogy nyugodtan nyitva lehet hagyni, mert itt úgyse történik semmi, mert ki törne be ide, ez a világ sajnos elmúlt. Tényleg vannak ezek a bűnözők, akik pontosan ezt használják ki, hogy az emberek így gondolkodnak, hogy ó, hát ide kitörne be, meg hát itt sose történik semmi, mert ez csak egy kicsi falu, és pontosan ezt használják ki, és ilyen módon próbálnak megbetörni. Tehát mindenkinek ezt hozzá kell szokni, és erre törekedni, hogy az ajtókat bezárni, és a kulcsot magunkhoz venni, és ilyen módon védeni a saját értékeinket. Tapasztalják, hogy házolók is megjelennek itt a területünkön, itt a Kapubár Belet környékén? Igen, ez is előfordulhat, mindenféle terméke próbálnak meg házalni. Aztán lehetséges, hogy ők tényleg csak valami árusok, akik valamilyen terméket árusítanak. Ugye ezzel az a baj, hogy a vásárlót megilleti egy garancia, egy jótállási jog. És hogyha egy házalótól vásárol, és később valami minőségi kifogás van ezzel a termékkel kapcsolatban, most legyen az edénykészlet, vagy ruházat, vagy műszaki cikk, vagy bármi, később ezt az őt megillető garanciát, vagy jótállást nem fogja tudni érvényesíteni, mert az a házaló az már elment onnan az utcakapuból, nincs ott, nem lehet kinél érvényesíteni az őt illető jogot. Ez a legenyhébb dolog. De az is gyakran előfordul, hogy ezek az árusok egy nagyon silány minőségű, rossz minőségű terméket úgy állítanak, hogy ez valami nagyon értékes és nagyon drága termék, és aztán az árát ennek megfelelően szabják meg, aztán ebből aztán akcióznak, meg engednek, és az ember a végén azt hiszi, hogy jó vásárt csinált, aztán végül vett
a piaci árnál drágábban egy rossz minőségű terméket, és megint csak azt mondom, hogy nem, nincs kinek visszaadni, nincs kinek reklamálni, hogyha ha rájött, hogy igazából becsapták. És a harmadik dolog pedig az, hogy ha maga ez a tevékenység, ez az árusítás tevékenység, nem maga ez a fő tevékenység, hanem ez csak egy fedő tevékenység, és az igazi tevékenység az pedig egy terepszemle, hogy hova lehet majd jönni, betörni. És ezek az emberek, ezek árulnak valamit, de közben aztán nagyon jó körülnézegetnek, és majd elmondják a haveroknak, hogy akkor jártunk ebbe a faluba, abba a faluba, na ide menjetek betörni, mert itt van szép ház, itt volt szép udvar, ott volt szép berendezés, itt látszott, hogy van pénz, és küldik a haverokat betörni. Tehát semmiképpen nem szerencsés szobálni így házalókkal. Én azt javasolnám, hogy nyugodtan ki lehet hívni a rendőrséget, ki fognak jönni a kollégák, igazoltatják ezeket az embereket, ha valamilyen szabásértés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel velük kapcsolatban, akkor pedig annak megfelelően intézkedni fognak a kollégák. Változnak-e a módszereik a betörőknek, illetve azoknak, akik pénzhez akarnak jutni illegálisan? Hát mindig vannak újabb módszereik, ezért én azt mondanám, hogy bármilyen gyanús körülményt tapasztalnak az emberek, akkor nyugodtan hívják ki a rendőröket. Még akkor is azt mondanám, hogy hívják ki a rendőröket, hogyha végén az derül ki, hogy nincs azzal az emberrel semmi gond. Tehát inkább jönnek ki a rendőrök, nézzék meg, és állapítsák meg azt, hogy ezzel az emberrel nincsen semmi gond, tényleg valami normál tevékenységet folytat, mint hogy azt mondják az emberek, hogy jaj, nem hívjuk ki rendőröket, mert mindenért magukat hívogatni, meg nem merjük, mert mi lesz, ha mégse, és ez a kiderül, hogy valami bűnözőt sikerült így úgymond elszalasztani, vagy elengedni, mert nem merték kihívni a rendőröket. Tehát nem kell tartani, nyugodtan ki lehet hívni a rendőrséget, kijönnek, megnézik azt az embert, és aki valamilyen módon, valamiért gyanús a lakosságnak, kijönnek a rendőrök, megnézik, ellenőrizni fogják, és annak megfelelően fognak intézkedni. Van érdekesség ebben az ügyben, tehát valami, ugye beszéltünk korábban az unokázás módszeréről, de közben azért változik az idő, és azért néha új dolgokat hoznak elő a bűnözők. Igen, van egy újabb dolog, ami most gyakran előfordul, ez is telefonon történik, telefonos csalás. A csaló azzal hívja fel az ügyfelet, hogy valamelyik mobil szolgáltatónak az ügyfélszolgált munkatársának adja ki magát, azt mondja, hogy nyereményjátékot szervezett a szolgáltató, és akit felhívott, az ügyfél nyert ezen a sorsoláson valamilyen készpénz nyereményt, 200-300 ezer forintos összeget nyert, és ahhoz, hogy nyereményét átvehesse, el kell menni a legközelebbi bankomatig, és a legközelebbi bankomatnál vagy egy kódot kell az ügyintézőnek, az ügyfélszolgált munkatársának az utasítása alapján kell egy kódot megadni, ami után átvehet egy nyereményét. Na most, ha az ember beüti ezt a kódot, akkor igazából egy mobiltelefon egyele feltörtést hajt végre az bűnöző által, a csaló által megadott telefonszámra. Van, amikor egyébként ezt is elmondják, tehát van, amikor ezzel játszanak, hogy azt mondják, hogy egy kódot kell beütni, és igazából a kód az egy telefonszám és egy összeg. Van, amikor meg is mondják azt, hogy ahhoz, hogy a nyereményét megkaphassa, mobiltelefon egyele feltöltést kell végrehajtani. 15 ezer forintos mobiltelefon egyele feltöltést kell végrehajtani. Akár ezt megcsináltatják többször az emberrel, mire azt az ember kapcsol, az ügyfél kapcsol, hogy hát mi a értelme annak, hogy én feltöltök 5-ször, 6-ször, 10-szer 15 ezer forintot, azért, hogy átvehessek 200 ezer forintot. Tehát előbb-utóbb rájönnek arra, hogy itt valami nem stimmel ezzel a történetet, de akkor ugye már késő, mert megtörtént a tranzakció, és ugye a saját számlá terhére megy ez a feltöltés. És aztán volt olyan eset is, amikor a végén a csaló egyértelműen kijelentette, hogy na hát akkor ez egy felajánlás volt a Máltai Szeretett Szolgálatnak, és még valami csúnyát is mondott hozzá, és egyértelmű volt a telefonbeszélgetés végére, hogy egy csalásról van szó. Ha valaki nagyon kíváncsi egyébként erre, a videó megosztó portálokon több olyan ügyfél tett fel videót az ilyen vele megtörtént esetről, amikor a saját mobiltelefonjával rögzítette a csalóval történt beszélgetést, és ezt a beszélgetést feltöltötte a videó megosztó portára. Ott, ha valaki rákeresi, hogy telefonos trükkös csalás, akkor ezeket meg lehet hallgatni, és tanulságos beszélgetések hangzanak el. Úgyhogy érdekes. A közlekedés biztonsági szempontból is érdekes a nyár. A gyerekek ilyenkor többet kerékpároznak, ne talán a településeken, városokba sétálnak. Mire hívnám fel a figyelmet? Hát nyári szünidőveszély mindig gyereknek is el kell ezt mondani. Igen, de amikor az iskolában az tanév végéhez közeledünk, akkor van is erről külön egy téma, a nyári szünidőveszélyei. Itt bele lehet venni a közlekedési szabályokat, meg a fürdőzésnek a veszélyeit, meg a vízi közlekedésnek a szabályait. Ez minden évben el is hangzik, meg igyekszünk ezt minél többször elmondani, hogy mindenkinek világos legyen.
Tényleg a közlekedés szabályok, ami a gyerekekre vonatkozik, a gyalogos közlekedés szabályának a betartása, a kerékpáros közlekedés szabályának a betartása, a fiatalabbaknál, a nagyobbaknál, akiknek már van jogosítvány a segédmotoros kerékpár, még nagyobbaknak pedig a motorkerékpáros szabályoknak a betartása, ugye a sebességhatárok, a sebességkorlátozásoknak a betartása, elsőbségi jog megadása, ezekre kell nagyon odafigyelni. És aztán ilyen módon az autósoknak is fokozottan figyelni kell arra, hogy a nyári szünetben gyakrabban előfordulhat az, hogy a gyerekek kifutnak a gyerekek az úttestre, esetleg gurul a labda, és már fut utána a gyerek, tehát ez a tipikus nyári szünidős dolgok fordulhatnak elő, úgyhogy is ezekre tudjuk felhívni a figyelmet. Kerékpárok műszaki állapota ellenőrzi a rendőrség ebben az időszakban, vagy azt, hogy a lakott területen kívül van kerékpározás, ilyenkor családokat is látunk most már egyre többet itt a Rába közben, akkor mivel kell rendelkezniük? Kerékpárnak van egy kötelező felszereltség, amivel rendelkezni kell. Ez először is egy kormányberendezés kell a kerékpárra, ami minden körülmények között jól működik, nem akad, nem szorul, nem feszül. Aztán kell rá két fék, egymástól függetlenül működő első és hátsó fék, ugye egyik az első kerékre, másik a hátsó kerékre kell, hogy hason. Aztán kell rá világítás, előre fehér színű fény, hátra piros színű fény, kell rá előre egy fehér színű prizma, kell hátulra egy piros színű prizma, ami nem háromszög alakú, mert az más jelent. Aztán legalább az egyik kerékre legalább kettő darab küllő prizma kell oldalra, és ezen kívül még fel lehet szerelni, kell rá még csengő, és ezt ezen kívül még fel lehet szerelni a kerékpárt még plusz dolgokkal, ami nem kötelező, de fel lehet szerelni. Lehet még plusz fényvisszverő prizmákat helyezni el a pedálra, még a küllőkre lehet plusz fényvisszverő prizmákat tenni. Aztán lehet szélességjelző prizmát felhelyezni rá. Akkor például a világító berendezést azt el lehet helyezni a kerékpáron is, de el lehet helyezni a kerékpároson is. Ez Budapesten a futárok hajtották ezt ki, hogy legyen egy ilyen, és hogy gyakran megállnak a kerékpárral, leugranak, befutnak a küldeménnyel, visszaugranak és mennek tovább, és ezért aztán a világító berendezést azt a saját fejlámpájuk, vagy sisakjukon, vagy a ruházatukon valahol helyezték el. Lényeg az, hogy jól látható legyen. Aztán lakóterületen kívül kötelező még éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a láthatósági mellénynek a viselete, ez is nagyon fontos. Aztán az is fontos dolog, hogy a kerékpáros ilyen szürkülettől éjszaka viseljen lehetőleg olyan ruházatot, ami éjszaka is jól látszik, tehát lehetőleg nem fekete, sötét ruházatba kerékpározzon, hanem valami világos színű, sötételéskor is jól látható színű. Meg hát, ha felvesz mellé ilyen fényvisszerő ruházatot, akkor az mind-mind azt segíti elő, hogy őt az autósok jobban észrevegyék. A jó láthatóság igazából a lényeg ennek a dolgnak. A motorosok is megjelennek, így segédmotorkerékpár, de nagyobb köpcentivel is rendelkező motorok is megjelennek az utakon, gyorsak, látványosan közlekednek akár a városban is, azért itt is vannak veszélyforrások. Igen, ez is veszélyes lehet, itt mindenképpen a sebesség túlépésre, illetve ez a relatív gyorshajtásra lehet felhívni a figyelmet. A motorkerékpárnak mindenképpen kötelező tartozik a bukósak, amit használni kell. Ez néha előfordul, nagymotoron nem annyira jellemző, de segédmotoros kerékpároknál előfordul gyakran, hogy nem teszik fel, mert hát az csak kis motor, és akkor lóg a kormányon, vagy a csomagtartó, vagy a kezén lóg éppen a sisak. De én azért az a tapasztalat, hogy itt ezen a környéken elég fegyelmezettek az emberek ilyen szempontból, és az a tapasztalat, hogy felveszik a sisakot és használják. Emellett még lehet viselni védőruházatot, könyökvédőt, térdvédőt, akár gerincvédőt, akár ilyen protektoros komoly védőruházatot, ami mind-mind azt segíti elő, hogyha van egy elesés, egy elcsúszás, akkor a sérülésnek a nagyságát csökkenti ez a védőruházat. Érdemes ezekbe befektetni és ezeket használni. Nagy motorok Kapuváron, Belet-Belet környékén, mert azért vannak itt egyenes szakaszok, a városban is előfordulhat néha, hogy valaki egy kicsit ki akarja próbálni, hogy mit tud az a motor, tehát tapasztalnak ilyesmit? Igen, ez előfordul közben, hogy valamelyik motoros gyorsan hajt. Most hát a rendőr találkozik, akkor persze a rendőr a megfelelően intézkedni fog vele kapcsolatban. Én azt javasolnám nekik, hogyha mindenképpen versenyezni akarnak, vagy ki akarja próbálni a motorját, hogy mit tud, akkor vannak erre zárt pályák, oda kell elmenni, szépen befizetni a megfelelő összeget, amennyibe kerül a pálya használati díj, vannak versenyek, vannak ilyen szabad edzések, van, amikor csak föl lehet menni, és ott motort úgymond próbálgatni, oda kell elmenni, és ott szépen ezt
ellenőrzött zárt pályán, ellenőrzött körülmények között meg tudja tenni, semmiképpen nem a közúton javasoljuk azt, hogy ezt tegyen, mert a közút az nem erre való. Közlekedés biztonsági szempontból a belvárosba itt Kapuváron is vannak érdekes helyzetek, ugye a kerékpáros utak keresztezik itt a főúton egymást, oda kell figyelni arra, hogy hogyan kell közlekedni, ugye zebrán gondolom le kell szállni, tehát erre a rendőrök azért odafigyelni, felhívják gondolom figyelmet. Igen, próbáljuk felhívni a figyelmet, én azt tapasztaljuk, hogy egy kicsit ilyen téverésben vannak az emberek ezzel kapcsolatban, persze tisztelt a kivételnek, de hogy ott két dolog van. Tehát van egyszer a gyalog átkelő hely, ami a gyalogosoknak szól, és ott a gyalogosoknak, az autósokkal, a járművezetőkkel szemben elsőbsége van. Ha valaki kerékpárral érkezik a gyalog átkelő helyhez, akkor ott le kell szállni a kerékpárról, és a gyalogos közlekedés szabályai szerint szépen áttolni a kerékpárt az út másik oldalára, ott megint felület és szépen tekerhet tovább a kerékpárra. Most itt a főtéren, meg a környékén, ahogy összekapván a főtéren és környékén, ahogy összeépítették a kerékpárutakat, összekötötték a észak-dél-kelet-nyugati kerékpárutakat, itt úgy oldották meg, hogy a kerékpárutaknak, ahogy keresztezi az utakat, a gyalog átkelő helyek mellé kerültek a kerékpárutaknak a sávjai, ezek a kis sárga négyzetten megjelölt részek. Most itt az a tapasztalat, hogy nagyon sok ember kerékpárra közlekedve abban a tévedésben van, hogy ő azt hiszi, hogy amikor ő ezen a kerékpár úton áthaladott a gyalogátkelő hely mellett, ő azt hiszi, hogy neki automatikusan elsőbsége van. Pedig nem. Akkor lenne neki elsőbsége, hogyha leszállna a kerékpárról, és gyalogosan a zebrán, a gyalogátkelő helyen a gyalogos közlekedés szabályai szerint áttolná a kerékpárt. Akkor lenne neki elsőbsége. Hogyha ő kerékpárral szándékozik átmenni és tekerni, hajtani akarja a kerékpárt, kerékpár akar közlekedni, és a kerékpár úton, ami keresztezi az úttestet, ott akar áthajtani, ott pedig van neki egy elsőbségadás táblája, és neki elsőbséget kell adni az autósoknak. Tehát nincs automatikusan elsőbség a többi járművezetővel szembe, hanem az ott lévő jelzőtábláknak a jelzése alapján dől el, hogy kinek van elsőbség. Ezeket kell a kerékpárosoknak figyelni. És erre hívnám fel a figyelmet, hogy minden kerékpáros, aki ezen a kerékpárúton közlekedik, az a rá vonatkozó jelzéseket és táblákat azt figyelje és vegye figyelembe, mert nem automatikus az, hogy ő neki ott elsőbsége van, mert ő nem gyalogos és ő nem a zebrán, nem a gyalog átkelő helyen közlekedik, hanem ő egy kerékpár úton közlekedik, ami az úttestet keresztezi. És még egyszer mondom, akkor lenne elsőbsége, hogyha ő leszállna, és gyalogos közlekedés szabályai szerint áttolná a gyalog átkelő helyen a kerékpárt. Ekkor lenne elsősége. Bencsics Zsolt alezredes úr nemrégiben Belet betartott tájékoztatót, és ott elmondta, hogy nagyon kell arra is figyelni, hogy nyári időszakban egy hely van kijelölve fürdésre, ez a kapuvári strand. Ez így van. Mit lehet tenni? Tehát itt azért vannak folyóvizek, vannak rengeteg bányató, ezt hogyan tudja a rendőrség ellenőrizni? Ezeket a kollégák rendszeresen ellenőrzik, akár a folyóvizeket, akár a bányatavaknak a területét, és hogyha olyan fürdőzőket találnak, akik ott szabálytalan, nem kijelölt helyen fürdőznek, akkor őket felszólítják, hogy hagyják el azt a vizet, jöjjenek ki onnan, és akár szabálysértési eljárás lehet velük szembe kezdeményezni. És azt mondom, nem az a cél, hogy agyon legyenek büntetve, csak az, hogy ne történhessen baleset, ne történhessen vízbefulladás, vagy valami más, akármilyen baleset. Ugye ez a fontos dolog, hogy egy fürdőhelyet azt mindig szakemberek jelölnek ki. Vagy ha egy bányatónál tiltják a fürdőzést, azt nem véletlenül tiltják. Nem azért tiltják, mert jókedvük van, hanem egy bányató az veszélyes dolog lehet, ezt nem tudom, mindenki tudja. Ugye a bányatónál az a lényeg, hogy a bányató nagyon mély, akár 9-10 méter mély is lehet, a felső fél méter, egy méter vízréteg az felmelegszik a napsütés nap hatására, az alatta lévő vízréteg, nagy víztömeg pedig ugyanolyan hideg, mintha tél lenne, akár egy-két fokos, és amikor az ember belemegy ebbe a felül meleg, alul hideg vízbe, és elkezd úszni, és hirtelen a meleg vízből beleérkezik a hideg vízbe, ott a keze, lába görcsöt kaphat, nem képes tovább úszni, és akár még ha jó úszó, akkor is belefulladhat a vízbe. És most megfogom, de szinte minden évben előfordul, nem itt a területen, hanem országosan, de előfordul az, hogy valakik szabálytalan helyen fürdőznek, és aztán belefulladnak a vízbe, pedig azt hitték maguktól, hogy jó úszók. És idén is volt már a számtalan példa, nem kell még egy ilyen eset. Ugye a Trafipax-szal is találkozhatnak a rábaköziek, egyre
többször is. Kapuváron van-e fix trafipax, vagy itt a Rába közben Csorna és Kapuvár között mozognak ezek a készülékek? Ezt mindig a adott helyzetnek megfelelően jelölik ki, hogy hol, mikor végez a rendőrség sebességmérést. Itt egy ilyen fix trafipax van, Vitnyéden van ez a Véde nevű fix közlekedési ellenőrzőpont. Ezen kívül vannak mobil sebességmérő készülékek, ezek mindig az adott helyzetnek megfelelően. Igazából azt mondom az autósnak, hogy bárhol megjelenhetnek, tessék betartani a sebességhatárokat, és akkor nincsen probléma. Összefoglalóan ugye a nyár azért tényleg nagyon sok veszélyforrást is tartalmaz, de a legfontosabb, hogy jogkövetőek legyünk, illetve hát, ha betartjuk a szabályokat, odafigyelünk akár a rendőr, amit mond, akkor talán nagy bajok nem történhetnek. Így van, mindenkitől ezt kérjük, hogy tartsák be a szabályokat, igazából a saját maguk érdekében, és tényleg ami szabályokat a rendőrség, hát nem a rendőrség találják, de amiket előírtak, azokat nem azért találták, hogy a rendőrség majd jól meg tudja büntetni a szabálytalankodókat, hanem mindnek vagy balesetmegelőzési, vagy bűnmegelőzési célzattal találták ki ezeket, úgyhogy ezt kérjük mindenkitől, hogy tartsák be a szabályokat. Köszönöm, Földnagy úr. Én is köszönöm.